csoportszámos díjjal büszkélkedhet, nemrégiben a Kaposvári Egyházmegye püspöke Varga László ismerte el munkáját. Nekem egy nagyon fontos dolog volt, hogy 2016. novemberben elmentünk Kaposvárra, és az új püspök, Varga László atya mondta a szentmisét, majd a szentbeszédében szólt hozzánk, és ott azt elmondta, hogy az énekkar az evangelizáció eszköze lehet, és ezért minden énekkar fontos az egyházmegyének, a plébániáknak. A kórus 1993 óta töretlenül működik, és ma már nem csak az egyházmegyében, hanem országszerte ismerik. A csoport szívesen fogad új tagokat is. Szeretnénk, hogyha fiatalítani tudnánk az énekkart. Ennek sok akadálya volt, többek között a nem megfelelő próba lehetőség. Nagyon örülünk, hogy elkészült a közösségi ház. Ez gyakorlatilag szinte korlátlan növekedési lehetőséget biztosítana. A jubilómi hangversenyen a barokk és a romantika zene világából is felcsendültek énekek. A résztvevők több világhírű zeneszerző művét is meghallgathatták a felső templomban.